nem volt persze, születtem Márvai vagyok, de 17 éves koromat, 16 éves koromat élek Budapesten, és én imádom az első pillanattól fogva, amikor még csak egy villamos megálló, amit ismertem belőle, amikor mentem sípolva nőnéhez a nyugati pályaudvarba, és aztán vagy a keletiből haza, illetve Szentesre, illetve a déliből meg Pápára. Szóval csak így a föld alatti, tehát a metró vonalakat ismertem jobban, aztán persze megismertem a várost, és hát imádom az éjszakai Budapestet is, a nappali Budapestet is, a belvárost is, és nekem nagyon romantikus az 5. kerületen belül, csak körülnézek. Amúgy a 3. kerületben lakom, sziaszt a 3. kerületén, Óbudán. Nekem az a kis, nekem az a kis franciás rész, amit nagyon szeretek. Szóval nagyon sok minden költ ide. Nekem a legszebb. Én is szerettem nőnek lenni, már egészen kislányként is, és bízom benne, hogy nagyon sokáig nőnek érezhetem magam ezen. Ezért teszek is, meg nem volt ezzel soha, egy ilyen nőségi problémám soha nem volt. Én ezt imádom ennek minden nehézségével, szépségével, anyasággal, feleségként, minden részét szeretem. A sminkelést, az öltözködést, a női témákat, ahogy megváltozott a nők szerepe az utóbbi 5 évben a világban. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas női karakteret kaptak, és sokkal nagyobb területet, mint korábban, tehát most már nem csak vagy szép, vagy szexi, vagy okos, hanem most már mondjuk egy filmben, vagy egy sorozatban egy női karakter egyszerre meghatározó, amit mond. Hát én azt gondolom, hogy ez tehát sokat változott a nők megítélése, és én nem